Szeptemberben 21 óvodás kezdte meg az óvodai életet a Madarász Imre Egyesített Óvoda Csokonai úti tagóvodájában. A részletekről Rauschenberger Gáborné tagóvoda vezetőt kérdeztük. Ahogyan a tagóvoda vezető elmondta, az édesanyjától való elszakadás minden óvodát kezdő kisgyermek számára nehéz. Az óvónénik szeretete, türelme, odafigyelése, valamint a kis ovistársakkal való közös játék azonban megkönnyíti a beilleszkedés folyamatát. A kicsiket az úgynevezett lurkó köszöntő keretében fogadták Csokonai és Ovissa, a pedagógusok és a nagyobb óvodások. Természetesen a hatályban lévő óvintézkedések betartása mellett. Sajnos ez az utolsó ilyen programunk, amit szülők bevonásával megszervezhettünk. Október 1-től az óvodán kapui ilyen eseményeket már nem tudnak prezentálni. Csak a gyermekeknek fogjuk a rendezvényeket megvalósítani, és ezeket képekkel, videókkal fogjuk majd prezentálni a szülők számára, zárt Facebook csoportjainkban, és a karcagi óvodások Tarka-Barka percei online felületen. A mai napon egy kicsit rendkívüli volt az időjárásra való tekintettel, viszont rugalmasan meg tudtuk oldani szülőkkel együtt a rendezvényünket. Köszöntöm után a Pitypang csoport Érik a szőlő című műsorával köszöntöttük a gyermekeket, majd a szülőkkel együtt, az új gyermekek átbújhattak a Csokonai óvoda jelképező kapunkon, és így avattuk fel a gyermekeket. Rauschenberger Gáborné tagóvoda vezető köszöntője után egy kis táncos műsorra lepték meg új társaikat az óvisok. Nagyon szép jeleket választottak nektek. Napocska, pillangó, katicabogár, maci, cica, kutya és kis autó. Felrajzolták a jeleiteket az öltöző szekrényeitekre, ahol minden reggel öltözni fogtok. Az óvodában nagyon sokat fogtok játszani, rajzolni, kirándulni és futkározni. Nagyon ügyes kis óvisok lesztek, és mindenben segítünk nektek. Nagyon várjuk, hogy megismerhessünk benneteket, és ígérem, nagyon fogunk titeket szeretni. Szeretettel köszöntöm a kis csoportos sok szüleit is óvodánkban. Köszönöm a bizalmukat, hogy az óvodánkat választották, és ránk bízzák gyermekeik nevelését. Tudom, hogy a mai nap különleges nap az életükben. Büszkeség és aggodalom, kíváncsiság és remény van ilyenkor az anya és apa szívekben. Biztos vagyok benne, hogy már a beszoktatás során megbizonyosodnak róla, hogy gyermekeik a legjobb helyen vannak a Csokonai úti óvodában. Megismerjük egymást, és gyermekeiken keresztül önök is óvodán közösségének tagjaivá fognak válni. Bízom benne, hogy nem csak a gyermekek, de önök is jól érzik majd magukat a Csokonai úti óvodában. Ezt követően a most beiratott kiscsoportos kisgyermekek édesanyjukkal átlépték a feldíszített jelképes kapun az óvoda kapuját. Nagy izgalommal készültek a gyermekek erre az eseményre. A Pitypang csoport adta a műsort, ők nagyon-nagyon készültek erre, hogy most megmutathassák magukat. A kicsik persze izgalommal telve a szülőkkel együtt, mert ez az életükben az első ilyen esemény, amikor megmutathatják magukat az óvodában. Az első napok izgalmai ilyenkor egy kicsit talán még ünnepibbé válnak, és akkor így fogadjuk be őket. A kapu átlépése után a kicsik megkapták óvónéniüktől a csoportjuk jelképét is nyakláncon, majd kezdetét vette a közös játék. Mindemellett a délután jó alkalom volt a szülőknek az egymással és az óvodával való ismerkedésére is.